akkor volt 92-ben 114, ha itthon vettük volna. De nem itthon vettük. A családomnak a mániája, hogy semmit nem vesz itthon. Nem tudom miért egyébként. És most veszel fel? Most éppen veszek fel. És hallani a hangot is? Hallani a hangot, és jött a mikrofon. Sziasztok! Jaj, ne! Pedig ezek olyan kicsike kamerák, tévés kamera, ötször ekkora. Tehát figyelj, ebbe is lehet adni akármilyen a tévébe, szóval. Lehet, csak tírek olyan, hogy diás felvétel a tévük. Hát ők ezt nem tudják. Hát ők nem. Értem. Hát mi tévés család vagyunk, úgyhogy nagyon szülők tévések. Igen. Ki is tértek a hitükből a DK-be, és akarok lenni Pajusza. Tényleg? Az akarsz lenni? Persze. Metróvezető vagy mi? Hát nem tudom, most már sem gondolkozom, de úgy vett, hogy buszos semmi esetre se. Busz nem. Busz nem. Isten megy busz. Tudod, én is itt értem, hogy ott nem. Villamos megint nem. Az nem, az sem. Tudod, milyen nem jó kezek? Kurva sokat mentek egy nap. Napi 10-11 órát is. Érted? Annyi sokat mennek, sokkal veszélyesebb, ezért talán nincs, hogy most elében jön egy kocsi. Azt, hogy valaki beúlik, az már csak egy dolog érted, de akkor nem te, hogy éves, ott rád is verhetik érte, szóval tök ezután. Na, hát is ott általában, ha lehet, akkor az emberre rámerik. Persze, egy az egyben vezető éves, szóval. Meg itt azért nincs az, hogy nem idehezzel, mert sár van, vagy hol van, vagy valami, de csak a felszín az a kiszabad, de az nem jelentőség. Jó, mert itt is vár. Igen? Aha. Ezért tartom még. Sziasetében is jól lesz. Hát három luxust úgy vettük, hogy elég érzékeny legyen, mert én filmezek, ahol tudok, és ez ahhoz kell. Van ennél érzékeny, nem is hát otthon, anyáméknak azért, csak hát azt nem adják ide. És bejöttem volna egy nagy VHS kamerával, mondjuk be se férek. Nem baj, a Tamon riportot is értem. Egy nagy kezettással. A Tamon riportot. Az olyan, hogy ott már csak fáról lehet filmezni. Ez 700-as típus. Aha. A Rébliget. Kettes metron ott van ilyen kettő darab szerelő. Három, ott a keletnyugaton nem szeretik. Nem szeretünk, nem. Van mindent a vezetőnek kell csinálni, ezt a segítők semmi nem csinálnak. A vezetők sem szeretik, hogy mindig nem csináljanak. Amikor megjöttek ezek az újabb 300-asok, aminek olyan a belső borítás, ez a famintás, ezek mind oda jöttek meg először. Ja. Ott voltak mind a kettesen, 344-től ott jártak. 343-től ott jártak. Nem is meg veled ellenkezni, mert jobban tudod, mint én. Ótlekedés, a tömegközlekedés az. Igen. Hát például a vasút nem, valahogy a vasút az. Az nem. Városi tömegközlekedés, az igen, érdekes. Hát van nagyon érdekes. Itt ez a hétvége, én mondom neked, nyugodt napok. Hétköznap van nekik annyi minden érben, hogy a rendőrség ilyet kell szólni. Volt ennek a Ferenc úton, például most,
halljunk. Csak beszólnak, hogy egyik utcában fegyveres robbatás történt, leszenek, és akkor megadták a személyleírás minden, és lehet, hogy ide a Ferenc körülbelül jött le az illető. Esetleg látunk olyan személy. Ha, nagyon jó látszik. Nagyon jó. Szóval tényleg, te csináltad be olyan fejlesztőket, teszem fel, hogy ott bejössz, hogy tényleg eladod ízéknek, mit tudom én, valamit irritásságnak, hogy úgy kivágod. Úgyhogy egy család akármikor akármit mondott, hogy úgyis mindig a DKB-hoz jöttem volna. Persze, aztán döntöd elő így. Persze. Szerencsére manapság már. Szerintem saját maga dönti el, mit akar. Mögül. Ja persze, ha volt olyan, hogy a buszosoknál csinált olyat, hogy bemented a hátrébb, érted, és leült, kamerát elővette, és azért a buszosoknál, mert hogyha valaki beszélget valami civil utassal, ott az ajtóban tudod, sokan szoktak állni, és akkor beszélgetek a vezetővel, és akkor fogták szépen kamerával elő, kaptunk ilyen felvételeket, mi, hát érte nem pont mi, hanem az egyik gyerek, és befékezett. És már csak csutoros busz volt, és csak úgy állt be a megállóba, hogy az utolsó kettő volt már csak Ferenc. És beállt és mutatta, beállt a képbe az ügy, és mutatta, hogy há, csak ez a két ajtó van benne a megállóban. De ilyenek. Ott virult a feje. Igen, az A3-as csatornán, annak volt az a buli az Olimpiai Csarnokba szélesztetben. Egymás után együttesek léptek föl, meg minden szuper volt egészen, hogy egy úr. Az volt a zene, és sokan el is mentek, nagyon sokan, és mi sem éreztük már utána annyira jó a szélesztet. Gondolom. Mindig dumált bele, állandó, hogy persze, azoknak feltűnő is viszketékségük van a díszsokéknak. Állandóan beledumált meg, olyan szárgatott nem is lehetett rá táncolni, a hangulatot nem fokozta. Egy díszsokének ezeket tudni kéne, egy igazi díszsokének, hogy miért. Ezeket ezek általában magukat szórakoztatják, én megfigyeltem. Lehet szóval. Egy igazi díszsokének azt tudni kell, hogy mi dobja fel a társágot, mi az, ami tényleg igazi hangulatot teremt. Vásárcsarnoktól szembe. Igen? Mert nekem új palotán, az ex-barátom, aki van, nem javaj, csak mellettem még.
láttam a YouTube-en játékban, akkor nagyon rossz. Nincs jobb, de ez még nem az, mert a hét, az a 17. Ja, ez veszed. Nem fog igazán jól látszódni még a is. Lefilmeztem végül is, csak begyősöd a lábam, a hátam, a kezem, persze. Nagy kabátban is tudtam venni, de meleg, álmomban eljön elő. És ott aztán milyen rohanás van a végén. Kiszáll, megy, kész, indul. Igen? Lassan fejből tudom a vonalat. Hát igen, mert Újpest városkapu vagy, és akkor már csak a következő végállomás. Első. És akkor több, sokkal csendesebb, mint ezek a vonatok. Az a testvér? Az a testvér. Lána az ajtaj, a szervező ablakok be vannak zárva, akkor meg pláne. Ez nagyon jó hangszigetelt, egyetlen. Nagyon jó. Nem kell kiabálni, tehát hogy tudj elbeszélgetni. Náluk vagy valahol. Jó kis filmező mellékállás, hogy valami. Melyik tévétesség magyar? Mindig, hogy lenne a Distriktor. Pont aki most van. Distriktor. Ja, persze itt szállunk be. Ha ha ha!
Arrahiszom a kazettát megmutatni, mert mindig azt mondja, hogy nincs fénykép se arra, hogy itt dolgozom, mert minden még nem láttak, érted? Na most már film lesz. És a Miklános, hogy film lesz.